Kocsis Éva a dombovári iskola képviseletében beszélt az előzményekről, előkészületekről és a szervezésről. Az első az tavaly került megrendezésben Sopronban, ott hívta életre ezt a kezdeményezést Jacsó Erika kolléganő, és mi szeretnénk folytatni ezt a hagyományt, úgyhogy nekünk ez nagyon nagy öröm, hogy idén ezt mi vállalhattuk fel. Összesen 5 intézmény lesz jelen az Evangélikus Művészeti Iskolák közül most idén itt nálunk. Jönnek Erikáék Sopronból, jönnek Soltvadkertből, Győrről, Szombathelyről, és természetesen mi. Igazából egy összművészeti produkciót, gálát láthatunk ma, ugyanis kiállítás megnyitással fogunk kezdeni. Bemutatkoznak a képzősök, és utána pedig teret adunk a táncnak, színjátszásnak és a zenének a nagy színpadon. Mindegyik intézmény külön-külön készült, ez egy lehetőség a bemutatkozásra is, hogy betekintsünk egymásnak a munkásságába, meg a közönségnek is, mert természetesen nyitott a rendezvényünk, tehát a városból bárki jöhet, meg úgy tudom, hogy jönnek is, meg voltak érdeklődők, betekintést nyerhet az ország igazából egy kis szeletjébe a művészeti munkából. A soproniakkal rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Természetesen mindenki végzi a maga munkáját, de abban a pillanatban, hogy valami felmerül bennünk, vagy egy ötlet, vagy egy kérdés, amit meg kell oldani, akkor rögtön keressük egymást. Nagyon sokat készültek rá a kollégák, meg a gyerekek. Ugye hát azért ezt már tudtuk évelején, hogy mi erre fogunk készülni. Tehát az egész évben ezt rászánták. Igyekszünk megmutatni minden művészeti águnkat, tehát lesz tőlünk zenei produkció is, lesz drámai színjáték, valamint a táncosaink is be fognak mutatkozni. Úgy állítottuk össze a programot, mert azért, hogyha úgy mindenki nagyon ki akarna tenni magáért, az egy nagyon-nagyon hosszú rendezvény lenne. Tehát úgy állítottuk be, hogy mindenkinek körülbelül művészeti ágánként negyed óra bemutatkozási lehetősége van. Ebbe körülbelül 4-5 műsorszám fér bele, illetve a táncosok részéről egy nagyobb koreográfia, vagy egy előadási, vagy egy műelőadásra, vagy egy színdarab előadásra a drámások részéről. Jacsó Erikáék a soproni iskolából érkeztek izgatottan, és idén már vendégként. Tavaly mi Sopronban kezdeményeztük ezt a találkozót, azért, mert az evangélikus intézmények között nagyon-nagyon szoros a kapcsolattartás, de kifejezetten a művészet oktatásnak nem volt ilyenfajta fóruma, és ezért gondoltuk, hogy életre hívjuk ezt, hogy maga az alapfokú művészet oktatáson belül is még jobban erősítsük a kapcsolatot, és szakmailag is meg tudjuk egymással osztani a gondolatainkat, és tényleg találkozhassunk minél többször, minimum egy évben, egyszer egy ilyen találkozón, és bízom benne, hogy a jövőben is ez mindig létrejöhet, majd mindig más-más helyszínen. Nagyon nagy örömmel érkeztünk, mi 4 művészeti ágat is képviselünk az intézményünkben. Táncművészet, egy táncos pár fog ma bemutatkozni itt Dombóváron. Képzőművészeti tanszakkal a kiállításra készültünk és küldtünk el anyagot, nagyon örülünk neki, hogy itt is megtekinthető lesz. A zeneművészeti ágon több produkcióval készültünk, illetve a színjáték tanszakosokkal is készültünk, de sajnos ott olyan nagyfokú betegség lépett közben, hogy ezt le kellett mondanunk pár nappal ezelőtt, mert nem tudtak eljönni a gyerekek. Hát én azt tapasztalom, főleg a Covid óta, hogy nagyon nagy az érdeklődés a gyerekek és a szülők részéről a művészet oktatás felé, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a tanulók megtalálják azt a művészeti ágat, amiben a leginkább ki tudják fejezni önmagukat. Sokszor ez nyilván egy útkeresés, tehát hogy elkezdi egyik művészeti ágba, és neki szimpatikusabb lesz a másik, de ugye lehetősége van arra is, hogy két művészeti ágon belül is képezze magát. Nekünk Sopronban pont holnap van az intézményünknek egy nagyon nagy szabású
rendezvény, ami minden évben az egész intézmény együtt, tehát az általános iskola, óvoda és az AMI is megtart, ez a szentgyörgynapi vásár. Itt is be fognak mutatkozni a művészeti iskolában tanulók, de nyilván készülünk már az évvégi tanszaki hangversenyekre, vizsgákra. A városon belül Sopronban van egy nagyon nagy városi rendezvény, a Tündér Fesztivál, ami kifejezetten a gyerekek örömére van már sok-sok évvel ezelőtt megalapult, és itt is részt fogunk venni. A Soltvadkerti iskola az idei évtől vesz részt a rendezvényen új belépőként. Gondolom, nagyon jó kezdeményezés, hogy az evangélikus iskolák, akiknek azonos a kutatási területe, hogy így is közelebbről megismerjük egymást, ki hogyan dolgozik, kinek milyen a profilja, és tényleg itt ez egy kis műhely tud lenni. A magam részéről azt tapasztaltam, nagyon jól elő volt készítve a mai esemény. Megfelelő tájékoztatással, úgymond megbeszélésekkel, mikor, hogy hozhatjuk a kiállítandó tárgyainkat, hogy lesznek a programeseményei, hogy készüljünk föl. Tehát maga a fölkészülést, ez a szervezési munka előzte meg valójában, mert a grafikák, kerámiák, amiket hoztunk magunkkal, rajzok, fotók, ezek évközben készülnek, tehát a mi művészetoktatásunkban termelődnek, tehát ezeket csak össze kellett állítani. Mivel a rendezvény megszervezése került, erre külön raktuk össze a ide kiállításra került anyagot, de nem csupán erre a művészeti találkozóra készültek, hanem eleve a gyermekeink alkotásaiból lett összeállítva. A rendezvény remek program az iskolások számára, hiszen nem csak a tudásokat mutathatják meg, hanem új közösségi élményeket is szereznek, és új kapcsolatokat alakíthatnak ki.